hálások és boldogok, hogy egyáltalán ki van nyitva előttetek az iskola ajtaja. Ha tehát az iskola ajtó nincs bezárva, akkor Jézus miről beszél? Milyen ajtó és milyen kapu az, amin zörgetni kell, mert nincs még előttetek nyitva? Az első, és tudjatok róla, amin zörgetnetek kell, azaz kitartóan, álhatatosan igyekezni kell bejutni, hogy minél szélesebbre táruljon előttetek, az a tudás kapuja. Képzeljétek el, annyira illik a tudás kapujára ez a bibliai ige, hogyha valamelyikőtökben az az elhatározás, hogy diplomát, mondjuk egy főiskolai diplomát akar szerezni, akkor kell a kitartás, mert 16 évet kell minimum tanulni. 16 évet. Szóval az bizony nagy kitartást érdemel és igényel. De nem az iskolába való járás nyitja meg a tudás kapuját. Ezt egy kicsit közelebb hozom nektek. Ha van egy nyuszi motorod, és akármilyen szép csini, és beteszed a garázsba, attól még nem lesz ilyen pöpec Harley Davidson reggelre. Ugye? Képzeljétek el, ugyanez van a tudással is. Hiába lépsz be a nyitott iskola ajtón, ha a tudás ajtaját viszont nem zörgeted. A tudással az a baj, hogy csak is kitartással, álhatatos módon lehet bejutni a kapuján. Minden nap zörgetni kell, minden nap feszegetni kell, minden nap az iskolába járással együtt ezen a bizonyos tudás kapun is egyre jobban be kell valahogy tenni a lábunkat, be kell valahogy surranni. Szóval ez az, amit mond Jézus. Vannak bizonyos dolgok, amiért melózni kell. A tudás ilyen, pontosan ilyen. A másik pedig a lelki világ, a hit kapuja, amin nem lehet munka, meló, zörgetés, álhatatosság nélkül bejutni. Ez nem csak a gyerekeknek szól. Tudjátok, kedves testvérek, tudják, kedves szülők, nagyszülők, mi nem a hitbe születünk bele. Egyikünk sem. Egy jó fradi bérletet, vagy egy loki bérletet lehet örökségül hagyni. Hitet nem. Még egy lelkész gyereknek sem. Mindenkinek saját magának kell a lelki világában belépve annak a fejlesztését elvégezni. Tehát ez azt jelenti, ha nincs hited, vagy a lelki világod szegényes, a lelki életed nem teljes, az azért van, mert nem zörgetsz, nem feszeketed a lelki világnak a kapuját. És Jézus határozottan erről beszél. Azt mondja az őt hallgatóknak, hogy zörgessetek, hogy a transzcendens, azaz, ami nem látható, mégis valóságosan érezhetően körülvesz bennünket, hogy arra rezonáljatok. Ahhoz dolgozni kell. Az meló. Zörgessetek, az azt jelenti, hogy gyertek el alkalmakra. Nyissátok ki a Szentírásotokat, az Ószövetséget, vagy az Új Szövetséget. Olvassatok többet ebből, vagy erről. Mert nem magától értetődik. Ha nem zörgettek a kegyelem ajtaján, nem kaptok. Nem lesz hitetek, nem lesz lelki világotok. Ez az a két kapu, amin azt mondja Jézus, hogy tessék zörgetni.